két évszázadnyi ragyogás után a II. Világháborút követően államosították, kifosztották, szolgálati lakásokat alakítottak ki benne, majd rossz állapotban lelakatolták. Eddig az Iszka-Szentgyörgyi kastély története nagyon hasonlít a többi magyarországi kastélyéhoz. Később már a 21. században azonban ennek az épületnek felfelé ívelt a sorsa egy finn üzletembernek köszönhetően, aki kibérelte az épületet és megmentette az enyészettől. Ari Kupszusz elmesélte, hogy a kastély könyvtárából mindössze két kötet menekült meg. Több mint 10 000 könyv, de sajnos valószínűleg kidobták ablakból, 1945 az államosítás után tüzelték, vagy hazavitték, ezt WC-papírként használták. Itt van egy könyv, ami megmaradt, vagy igazából nem se megmaradt, de visszajött a kastélyban, de ez féltrága kövekkel, türkisekkel van díszítve, ez 18 karatos arányjal, gyönyörű részkarcok vannak a képen, és gyönyörű minőségi könyv. A kastély egyik utolsó lakója, Szibil bárónő minden nyár végén ide látogat. A bárónő elmesélte nekünk, hogy gyerekként ők ezt a lépcsőt egyáltalán nem használhatták, ezért amikor rendezvény volt a kastélyban, nagyon örültek, és az egész gyereksereg föl alá rohangált. Az Iszka-Szentgyörgyi Magyarország egyetlen korhűen berendezett és látogatható magánkastélya. Bérlőjének célja, hogy a közösségnek is visszaadjon valamit általa, hiszen egy ilyen hely lelke nem elsősorban a tárgyakban, hanem a most ide látogató emberek és a régen itt éltek személyes történeteiben rejlik. Szibil von Manteuffel szőge bárónő azt mondta, nem siratja a múltat, örül, hogy egykori otthonában lehet. Megint itt lenni, ezt a kilátást, ezt a gyönyörű óriási eget, amit itt látni, hát ez boldogság. 1945-ben családjának el kellett menekülnie, és egy ideig Németországban éltek. Azt is felidézte, hogy akkoriban miként értesültek a hírekről, és hogy vigyázni kellett, nehogy az egyik szolgáló rájöjjön, mi zajlik a házban. Az Anna az nagy náci volt, és az túlval elő volt, és mi meg akartuk hallgani, ez egyetlen hír, most mondják fake news. Hát fake minden news, ami náci időben volt, az fake news volt, mert még mesélték, hogy van a csoda fedvel, meg mit tudom én. És mi akartuk hallani a BBC newsokat, és az lehetett, csak vigyázni kellett, mert arra direkt börtönbe ment az ember. Hát akkor Károly papnám nagymamánál volt a rádió, oda özönlött a legközelebbi családtagok, és én szerettem volna persze, nem menjen a konyhába, először mosogatni is kell, azon kívül csinálja nagyon zajosan a vízet, a csörömpöljön, és sokat társalogjon az Annával, nehogy az Anna megtudja, hogy ez folyik abban a szobában. A bárónő egy ideig még a rendszerváltás után sem mert Iszka-Szentgyörgyre látogatni. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor egyszer visszatért. Jövünk ide be az udvarba, tele ember, és egy bácsi virágcsokorral üdvözöl engem. És van, hát meg vagyok. Ez az, hát ez egész más, mint amit gondoltam. És ki volt ez a bácsi? Az állami vagyonkezelőségnek a feje itten, az, aki volt a kastély. De ez hozott nekem virágot, mondom, ez csak Magyarországon lehetség. Az Amadé Bajzát Pappenheim kastély bár nem az eredeti, de antik és korhű bútorokkal van berendezve. Bérlője gyűjtötte össze a darabokat, főleg külföldről. Ez a garnitúra a finn államfői palotában állt, ezen a széken pedig még a 25 éve elhunyt Diana hercegnő is ült. A zeneterem csillárját 10 éven át kereste, végül Stockholmban lelt rá. Ari Kupszusz finn üzletember maga is kalandos úton került ide. Hazájában hallott az Iszka-Szentgyörgyi kastélyról, ugyanis az 1920-as években zu Pappenheim grófnő született Károlyi Erzsébet finn útlevelet szerzett, hogy ezt a birtokot ne osszák fel a földreform idején. 1944. januárjában ezért megengedte, hogy ide költözzön a finn nagykövetség.
A mecénás pedig nem akarta, hogy az enyészeté legyen a barokk kastély. Igazából én csak akartam megmenteni egy magyar kulturális örökséget, mert mikor 23 év ezelőtt először Magyarországra jöttem, ezt körbejártam az országot, én kastélymániás vagyok, mint nagyon-nagyon sok magyar is, és sok helyen jártam, és láttam ezeket a romos kastélyok. Mindig kicsit fáj volt a szívemben, hogy ezeket az épületek, romos épületek miatt, mert nálunk a Skandináviában nincsen romos kastélyok. Ari Kupszusz 2013 óta itt lakik nyaranta. Ez hatalmas mennyiség ember járt itt. Én igazából semmit nem tudtam más csinálni ezeket a két első nyár alatt, mint a túrázni a kastélyban. Érdekes volt számomra, mert mikor falusiak jöttek, tőlük is gyűjtöttem az információt. Nem csak azt az információt, amit tudták a Krófi családból, mert voltak olyan idős falusiak is, akik itt szolgálták, vagy ők édesanyja vagy édesapa itt szolgálták, tudták a sztóriek, de voltak ők is, akik itt laktak. Háború után, mikor szolgálati lakások voltak. Ez számomra azt is nagyon fontos történet, ami sajnos nem nagyon sok magyar kastélymúzeumban látható. A kastély második életének részeként nyaranta festőművészek gyűlnek itt össze Európa minden sarkából, de jöttek már a bérlő meghívására balettművészek, operaénekesek, és rendszeresek a komoly zenei koncertek is. A finn üzletember a bárónő régi gyerekkori szobáját újra berendezte korhű bútorokkal. A 96 éves hölgy itt lakik évente két hetet, és felidézi a régi családi emlékeket.